Kedd este még a megszokott környezetben tartotta az edzést a csapatnak Németh Szabolcs, a tréning után aztán a szakemberek elkezdték építeni azt a pályát, amely előírás a Bajnokok Ligájában. A nyíregyházi röplabdázók 2 győzelemmel hangoltak a BL meccsre, a bajnokságban a Kaposvárt hazai pályán 3-0-ra, az Újpestet pedig idegenben 3-1-re verte a Fátum. Én most tényleg azt érzem a csapaton, hogy nagyon együtt vannak, mind morálisan, mint a játék elemeket nézve. Ugye értelem szerint ugye ez nem az a játék, amivel megelégszünk, amivel majd bajnokságot lehet nyerni. Ezt még finomítani kell, majd élesebbé kell tenni, de egy nagyon-nagyon magabiztos alapjátékról tettek tanúbizonyságot a lányok ezen a 2 meccsen. Ott az Újpest mérkőzésen volt egyfajta rövid zárlat, amikor úgy nem megfelelően reagáltunk az Újpest változtatására, de én úgy gondolom, hogy abban a 3 szetben, amikor sikerült őket megverni, azt nagyon szépen kontrolláltuk, és a mi akaratunk érvényesült a szetteken belül, és így ezáltal a mérkőzésen belül. Az Újpestről tudtuk, hogy egy nagyon szívós fiatal csapat, ők már tavalyi évben is bizonyították, hogy ebbe az időszakában a bajnokságnak szépen felfelé velő tendenciát mutatnak, ráadásul hazai pályán játszottak, mert egy nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, így is volt. Nekünk jól kellett röplabdázni ahhoz, hogy ez a mérkőzés ilyen végkimenetelű legyen. A Bajnokok Ligája E csoportját az olasz Conegliano vezeti 4 győzelemmel, a 3 győzelemmel és 1 vereséggel álló Chemik Police előtt. A nyíregyháziak még nem szereztek pontot a sorozatban, így idegenben is a lengyel csapat számít a mérkőzés esélyesének. Szeretnénk a lehető legjobban megnehezíteni a dolgukat, és ezáltal készülni a vasárnapi rangadóra. Ez nem azt jelenti, hogy mi ezt a mérkőzést ezt úgy kezeljük, hogy játszunk egy jó meccset a Chemik Police ellen, és akkor övé ki a győzelem. Nem, hogyha az a játék, amivel elő tudunk rokkolni, az győzelemre elegendő, akkor nagyon boldogok leszünk, hogy azt a mérkőzést is sikerül megnyerni. Ez a cél, minden mérkőzést szeretnénk megnyerni, viszont reálisan kezeljük, hogy ez a gárda azért jóval előttünk tart. Készülünk rájuk lelkiismeretesen, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a védekezésünkre, abból való visszatámadásra. Ez egy nagyon-nagyon gyors játékot játszó, nagyon támadó stílusú csapat, akit majd csütörtökön láthat a kilátogató közönség. Nagyon-nagyon komoly extrára lesz, sok extrára lesz szükség ahhoz, hogy meg. De én hiszem, és a játékosainkat erre készítjük föl, hogy erre képesek legyenek. Én nagyon remélem, hogy ez a mérkőzés bármilyen eredménybe fog végződni, ha győzelem, ha ne adj Isten vereség, és akár, de az egy nagyon pozitív impulzusokkal, az egy olyan energiát fog nekünk adni vasárnapra, hogy azt a bajnoki mérkőzést győztesen tudjuk majd lehozni. A Fátum Nyíregyháza, Chemik Police, Bajnokok Ligája mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Vasast pedig vasárnap 19 órakor fogadja majd Németh Szabolcs együttese.